Gyönyörű zongorajátékkal szórakoztatta a közönséget Király Csaba, zongora és orgona művész, az országos Liszt Ferenc Társaság elnöke. A Vármegyeháza dísztermében megtartott Liszt emlékesten a közönség nem csak a műveit hallgathatta meg a híres zeneszerzőnek, hanem a szexárthoz fűződő történeteit is, a szervező Kaciál János nyugalmazott levéltári tanácsos előadásában. 175 évvel ezelőtt járt Liszt Ferenc először Szekszárdon, de ez a dátum nem csak emiatt fontos a tolnai megyeszékhely lakóinak. 1846. október 12-én elkészült az új városháza, és másnap érkezett meg Liszt Ferenc. Megmutatták neki a város új büszkeségét. A mai szavakkal azt mondanánk, hogy ugye akkor ünnepélyesen felavatták, ilyen szallagátvágás nélkül, de megünnepelték azt a szekszárdi lövész egylet hangoskodásával, hogy elkészült az új városháza. Másnap Liszt Ferencet a szekszárdiak itt köszöntötték, mert elterjedt a híre, hogy milyen jeles vendége van a városnak. Szerenádot adtak neki August Antal kastélyának ablakai alatt. A szekszárdi dalárda énekkel köszöntötte a mestert, meg sokan láthatták is, mert az első látogatása idején 12 napig volt összesen Szekszárdon. Reggelenként ment a kis breviáriumával a kezében a belvárosi templomba egy imádkozásra. Nos, ez az esemény, ez a 12 nap még egy dologra alkalmat kínált a városnak. Ugyanis 18-án volt itt a hangverseny, déli 12 órakor, és a sok vendég miatt, aki kimaradt, azok számára este megismételte, de 4 napra rá, 22-én volt a születésnapja Liszt Ferencnek. 35. születésnap, jeles alkalom arra, hogy a házigazda August Antal és az egész város, hogy úgy mondjam, együtt ünnepeljen Liszt Ferenccel. Megint nagy ünneplések, dalárda, fáklyás felvonulás, stb. Így esett, hogy Liszt Ferenc közel került Szekszárdhoz, és a szekszárdiak számára ez nagyon fontos volt. Még 3 alkalommal fogadta el August Antalnak a meghívását. Sokszor hallom, egy-egy helyen büszkén emlegetik, hogy egy egész napot náluk töltött Liszt Ferenc. Itt a 4 látogatása alkalmával összesen 141 napig tartózkodott, és több zenei eseménynek, a művének a megkomponálása és különböző más ünnepi alkalom fűződik a 4 látogatás és annak emlékéhez. Ennek a látogatásnak az emlékére komponálta meg a 8. magyar rapszódiát, ami a magyar népzene alapjaira épült. Király Csaba zongora és orgona művész, az országos Liszt Társaság elnöke elmondta, missziójának tartja, hogy a szekszárdi Liszt csoportot életben tartsa, hiszen már alig rendelkeznek tagokkal. Ez az alkalom arra is apropó kell, vagy szeretném, hogy legyen, hogy csatlakozzanak új tagok, és élesszük újra a szekszárdi csoport életét, ugyanis vezető hiányban is szenvedünk, és sok a feladat, pláne elnökként, ez úgy nyomja az embert, és pont azon a helyen, ahol óriási kötődése van Lisztnek, és egy kicsit keményen fogalmazva, egy kicsit ez szégyen az országra nézve, hogy egy ilyen erős kötődésű város, mint Szekszárd, nem szabad, hogy ne legyen vezetője egy országos egyesületnek, vagyis a társaságnak, ugye a Liszt Ferenc Társaságnak, akinek ugye több városban van tagozata. Itt Husek Rezső idején nagyon fellángolt a csoport élete, és azután is még egy pár évig, és én nagyon szeretném, ha találnánk egy olyan lelkes vezetőt, aki a Liszt ügyet úgymond kézbe veszi. Király Csaba azt is hozzátette, hogy munkája során igyekszik megszólítani a fiatalokat és buzdítani őket arra, hogy tovább gondozzák Liszt Ferenc munkásságát. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy
ideiglenes tagság, hogy amíg diák valaki, vagy nem tudom, 5 évre. Ez egy élet elhivatottság, hogy belépek egy társaságba, és cserébe óriási lehetőségeket kapok, mert számtalan koncertre szinte ingyen járok azért az éves tagdíjért, és hát ugye országosan van alkalmunk meghívni nagy muzsikusainkat, és számos nagyon érdekes előadást is hallhatunk lisztkutatóktól. Tehát gyakorlatilag a meghívottak listája az egy szabad terület. Az emlékestet Gyurkovics János Szekszárd megyei jogú város alpolgármester egy ünnepi köszöntővel nyitotta meg, ahol elmondta, hogy meghatározó szerepet játszik a mai napig a zeneszerző hajdani jelenléte városunknak. Nagyon-nagyon örülünk, hogy a városunkat is felkereste, a város befogadta, és Liszt is örömmel érkezett mindig Szekszárdra, és nagyon jó hangulatba töltötte el itt a idejét, és természetesen a művek, amik itt képződtek, vagy itt kerültek elkészítésre, abból gondolom én, hogy egy része bemutatásra kerül ma este, és akkor nagyon jól fog szórakozni a publikum. Liszt Ferenc 4 alkalommal járt városunkban, összesen 141 napot töltött itt. Az eltöltött napok azóta is meghatározóak a megyeszékhelynek, hiszen a látogatásai jelentős mértékben hozzájárultak Szekszárd kulturális és zenei életének fejlődéséhez.